Úgy télen átkivált a későbbi években, ha János király a fővárosba jött, többnyire meglátogatta Katángéjukat, rendesen megbíztatván menyhértett. Ha addig élek is, kinézek neked jövőre egy kerületet, ne félj semmit. Egy farsang alkalmával vidám arccal toppant be. Meg lesz a kerület, öcsém, sőt, már meg is van, kigondoltam. Katángi hitetlenül rázta a fejét. Lehet is kerületet kigondolni? Hogy hívják? Kérdé inkább udvariasságból, mint kíváncsian. Borontó. Hol van az? Abban a megyében, ahol Szent András városa. Pénz kellene ahhoz, kedves bátyám. Dehogy kell, egy fia se kell. Olyan nagy befolyása van ott? Nincs nekem annyi sem, mint a körmöm feketéje. Hát mivel leszek akkor meg? János úr fölénnyel petyektette az ujjait. Praktikával. Nincsenek már csodák, János bácsi. Vagy igen, szólt ő meggyőződéssel. Ez akkor annyiban maradt, de amint a választások közeledtek, János király is többször jött az utolsó télen Pestre, és egyre nógatta Katángit, hogy már ideje volna akcióba lépni a borontói kerületre nézve. Menyus föl se vette. Úgy is hiába való, kár arra egy lépést vesztegetni, ami lehetetlen. Ami lehetetlen, az lehetetlen. De az asszony akarta. És amit az asszony akart, annak körülbelül meg kellett történnie.